A múlt hétvégén Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is évértékelő beszédet mondott, melyekkel választási kampányítót is tartottak egyben. Vendégem Szakács András, a Méltányosság politika elemző központ munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt volt már korábban a Start előző órájában Bajnai Gordon. Ő Orbán Viktor beszédével kapcsolatban elsősorban azt emelte ki, ami hiányzott neki, mert hogy szerintem a miniszterelnök nagyon keveset árult el a jövőről, meg a programjáról. Önnek is volt ilyen hiányérzete? Minek kellett volna még benne lennie ebben az elvileg évértékelőnek szánt beszédben? Ugye ez részben kampánynak is, ez már egy kampánybeszédnek is tekinthető, és ugye egy kampánybeszédben azért muszáj reagálni a múltra is, úgyhogy inkább arról érdemes először beszélni, mi volt az a plusz, ami benne volt, amiről például ellenzéki oldalon nem nagyon beszélnek, és ilyen például a múltnak az értelmezése. Ugye azt látjuk, hogy a jelenlegi kampány az elmúlt 4 év, elmúlt 8 évre összpontosít, illetve kis részben azért jövőképet is próbál fölvázolni, főleg jobb oldalon. Ugyanakkor megjelent a beszédekben egy elég nagy rész, ami arról szólt, mint Gyurcsány Ferenc esetében, mint pedig Orbán Viktor esetében, hogy mi is történt az elmúlt 20, illetve 24 évben. És ez nagyon érdekes párhuzam, főleg azért, mert ugye ez a mostani kampány elmúlt 8 évezik, elmúlt 4 évezik, és mégis két talán egyik legfontosabb szereplője a mostani ellenzéknek, illetve a mostani ugye, kormánynak, mégis arról beszélt, hogy mi volt a múltban. Ez talán egy évértékelőben nem akkora hiba. Csak hát ezek szerint ön szerint nem évet értékeltek, hanem ha tetszik a rendszerváltás óta eltelt teljes időszakot. Igen. Ez szerintem annak köszönhető, hogy annyira erős a kampány az elmúlt 4 évről, az elmúlt 8 évről, hogy egy kicsit frissíteni kellett, egy kicsit dinamizálni kellett, hogy ne unják meg a választók, és ez egy gyakorlatilag a baloldal részéről egy nagyon jó tempó váltás is lehet, hogyha ezt tovább folytatják. Gyurcsány Ferenc azt is mondta rögtön a beszéde elején, hogy túl könnyű lenne egyszerűen csak Orbán Viktort ekézni, ő nem ezt a kifejezést használta, úgyhogy ő megpróbál mélyebbre menni. Mennyire sikerült ellenállni ennek a kísértésnek? Nem, szerintem azért nem sikerült ellenállni, tehát fel-fel villantotta akár, amikor arról beszélt, ugye, hogy Kádár népe, ez nagyon jól lejött ugye, a médiában, hogy Kádár népét át kell vinni, de azért szépen lassan belecsúszott Orbán Viktor személyének a támadásába, kimondottan a személynek a támadásába. Orbán Viktor, ha már Kádárnál tartunk, még posztkommunista restaurációról beszélt, ez nem tudom mennyire volt reflexió az egyébként időben előbb történő Gyurcsány beszédre. Mennyire volt hiteles ez az üzenet? Azt láthatjuk, hogy 2010 óta ugye folyamatosan próbálják a baloldalt azonosítani a kommunizmussal, a kommunista párttal, főleg ugye az MSZP-t, még az alkotmányba is bele akarták venni azt, hogy gyakorlatilag felelős a jelenlegi MSZP a múlt bűneiért, úgyhogy ez egy teljesen lineáris és jól követhető vonal, amikor arról beszélnek, hogy ugye posztkommunizmus volt az alatt is, amikor az MSZP volt például hatalmon. De ehhez képest, amikor az elmúlt időszak értelmezéséről van szó, és akkor itt mindjárt mindig megjelennek az európai kapcsolatok, a Brüsszelhez való viszony, meg a multikhoz való kapcsolat, akkor inkább az a bázis szokta érni kormányoldalról a megelőző szocialista kormányokat, hogy épp hogy a nyugat felé a kapitalistáknak árusították ki az országot. Orbán Viktorék részéről, illetve a kormány és a Fidesz részéről egy nagyon érdekes narratíva az, hogy ők folyamatosan reagálnak a nyugatra, folyamatosan megpróbálják elhelyezni Magyarországot ugye az európai térben, és ez azért érdekes, mert baloldalról ez nem igazán jelent meg eddig. És ebből is látszik, hogy ez a tanulási szint a baloldalon és a jobb oldalon nem azonos, mert a Fidesz az elmúlt 20-24 évben vált azzá, ami, és gyakorlatilag a jelenlegi baloldal pedig még nem tart ott szerintem azon a fejlődési szinten, ahol a Fidesz, ugyanakkor tanulnak egymást, annak ellenére, hogy ugye a baloldal tagadja. Bocsánat, milyen szempontból nem tart azon a fejlődési szinten? Tanulás, tehát hogyha például megnézzük ezt az európai narratívát, ha megnézzük azt, hogy hogyan reagál a nemzetközi térre a jobb oldal, megtanulta, hogy erre van választóigény. Kell reagálni arra, hogy mi történik a világban, kell arra reagálni, hogy mi történik az Európai Unióban. Ezt a baloldal annyira nem vette még észre. De látható, hiszen 2/3 szerzett a Fidesz, még mindig népszerű, hogy az, ahogy kommunikálnak Európáról, ahogy beemelik belföldi témákba az Európai Uniót, az sikeres a magyar választók részére. De arról kommunikál ön szerint Orbán Viktor is a Fidesz, hogy mi történik Európában, és ezt emeli be a magyar kommunikációs térbe, vagy pedig kelt egy
szabadságharcot, amivel tematizálni tudja kétségkívül a magyar közbeszédet, de ez nem biztos, hogy feltétlenül annyira reakció egy európai folyamatra, ez inkább arra a folyamatra lehet reakció, amilyen viszonyban Magyarországban Brüsszellel, mondjuk konkrét Magyarországon tervezett kormányzati intézkedések kapcsán. Azért reagál az európai folyamatokra, mert amikor folyamatosan arról van szó Európában, hogy merre menjen az Európai Unió, hogy föderációs irányba, vagy esetleg elmenjen, ugye nemzetek Európája irányba, ez egy állandó vita évtizedek óta az unión belül, azért Orbán Viktor lerakta a voksát véleményem szerint amellett, hogy itt nemzetek Európájáról kell gondolkozni, és ezért lehet azt mondani, hogy azért reagál az európai folyamatokra, próbálja befolyásolni, és ezáltal mellette meg is próbálja beemelni a magyar közbeszédbe. És ezért volt nagyon jó ilyen télen a Gyurcsány Ferenc által elmondott évértékelő, mert ezt felismerte a baloldal, tehát megint tanulta a Fidesz részéről, hogy kell Európáról beszélni, és nem véletlenül az, hogy például Európai Unió zászlók voltak Gyurcsány Ferenc hátterében, nem véletlenül az, hogy állandóan arról beszélt, hogy nekünk nyugatra kell menni, hogy Magyarország egy nyugati életvitelt, egy nyugati életvitelszínvonalat szeretne, és a baloldal ezt szeretné, az összefogás ezt szeretné Magyarországnak megmutatni, hogy ennek van értelme. És amikor Orbán Viktor piros-fehér-zöld sarokról beszél, akkor ez mennyire tekinthető háborús retorikának már, ami a Brüsszellel való viszonyt illeti? Hát ez háborús retorikának is tekinthető, tehát egy ilyen erős militarista vonal is, bár ez azért ez egy picit finomabb, mint a korábbi szabadságharc, a korábbi függetlenedés, de ez kétségtelen, hogy 2010 óta állandó eleme a kormányzati kommunikációnak egy kicsit ez a militarista vonal. Hát nem véletlen, hiszen mozgósítani kell az embereket, és úgy látszik, hogy jobb oldalon ez a fajta kommunikáció nagyon fontos, de azért mégis egy évértékelő beszédben, ami óriási érdeklődéssel ad okot, akár nemzetközi szinten, és mégsem mondhatja azt, hogy itt háború zajlik, úgyhogy ez egy finomítása volt ez a piros-fehér-zöld. Gyurcsány Ferenc beszédében a konkrét üzeneteken túl komoly figyelmet keltett föl maga a hangnem. Mondjuk például az a stílusa, hogy Orbán Viktor miniszterelnökről beszélt, a korábbi miniszterelnök, kezdve onnan, hogy hitvány alaknak nevezte, talán nem is egyszer, odáig, hogy különféle kitételekkel azt mondta, hogy mondjuk kell egy kis gondolkodás, aminek ön hiányában van, vagy hogy ezt mutatják a grafikonok, ha egyáltalán tudja, mi az. Ez működik, vagy visszaüt? Hát személy szerint nekem ez nem szimpatikus, tehát ez szerintem most már egy kicsit túlzásba esett, tehát az kétségtelen, hogy a humor a beszédeiben nagyon jó elem, és nem véletlenül népszerű, nem véletlenül volt az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb évérték, amit eddig meg lehetett nézni tévében, ugyanakkor egy kicsit most úgy érzem, hogy elvitte túlzásban, tehát túlzásokba esett, amikor ilyen agresszívan támadt rá, és ez azért érdekes, mert Gyurcsány Ferenc korábban 2007 előtt arról beszélt, hogy a jobb oldal irányába gesztusokat kell tenni, hidakat kell építeni, és most gyakorlatilag ezeket a hidakat lezárta az összefogás szempontjából jobb oldal felé, hiszen arról beszélt, hogy nem kell hidakat építeni, a bal oldal kellőképpen megértő, képes befogadni a jobb oldalékat, de ez nem elég, gesztusokat kell tenni, és erre ő már 2007 előtt rájött, csak hát ugye 2006 után, az összödi beszéd után már nem volt elég erkölcsi ereje és morális hatalma ahhoz, hogy ezt meglépje, és utána jött Bajnai Gordon, aki ezt újra megpróbálta, de hogy kiderült, hogy Bajnai Gordonra is inkább a baloldaliak szavaznak, szépen kikopott az, hogy a jobboldali emberek felé is nyissanak, és szerintem mivel rájöttek, hogy már nem tudnak nyitni jobboldal fele, ezért volt az, hogy minél keményebben akarták megütni Orbán Viktort. De aztán nem biztos, hogy pontosan ugyanaz gesztusokat tenni Orbán Viktor felé, vagy a korábban jobboldalra szavazók felé. Igen, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy aki mondjuk előtte Orbán Viktorra szavazott, de most nem szavazna, azért a korábbi döntését nem szabad ennyire megsérteni. Mert azért mégiscsak egyszer szimpatizált valaki Orbán Viktorral, és hogyha lehet mondani, nem gyűlölte meg, akkor hogyha állandóan sértegetik, akkor inkább egy szimpátiát keltek a volt választottam felé, mint erősítik bennem az elutasítást. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm.